12%-kal több turista, 15%-kal több vendégéjszaka, további emelkedésre számítanak az idegenforgalmi szektorban. Felgyorsulhat a Mária Kálnok halászi közötti kerékpárút kivitelezése, 2025 tavaszára már a biciklisek is birtokukba vehetik az új utat. Egyre több állat kerül vissza a menhelyekre vélt betegségek miatt, védőoltással könnyen megelőzhető a zoonózis. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. Már az első negyed évben is jelentős eredményeket ért el a hazai turizmus a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján. A vendégészakák mellett a vendégek száma is növekedett. Január és március között összesen 2,9 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre. Moson-Magyaróváron és a Sziget közben is emelkedő tendencia figyelhető meg, így a szakemberek bizakodva várják az idei szezont. Erősen kezdte a 2024-es év első negyedévét a magyarországi turizmus a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján. Moson-Magyaróváron és a Sziget közben is emelkedés figyelhető meg, mind a vendégészakák, mind pedig a vendégek számának emelkedésében. Ez a trend pedig már a tavalyi évben is megfigyelhető volt. 12%-kal több turista érkezett Moson-Magyaróvára, és 15%-kal több vendégészakát töltöttek, és így tavaly évben elérte Moson-Magyaróvára 200 ezer vendégészakát, picit meg is haladta. Sziget köz nézve, Moson-Magyaróvárral együtt véve az adatokat, még azt látjuk, hogy 5%-kal nőtt a vendégek száma, és 9%-kal nőtt a vendégészakák száma. Tehát ezekből a számokból, amit biztonsággal megállapíthatunk, hogy kismértékben nő az itt tartózkodás ideje, ami mindenképp egy pozitív. Ezen számok alapján pedig az idei évben is sikeres szezont várnak a szakemberek. Gráfi Szabolcs elmondta, többi között sok apró felújítás valósult meg a szálláshelyek tekintetében, így elmondható, hogy felkészültek a szezonra. Megújult 12 éve működő Sziget Közportál honlapunk, teljesen új arculattal, új motorral beindult, ezt üzembe van, de már abszolút használható és működőképes, illetve amivel mi még várjuk a turistákat, és újdonság, az, amiről már beszéltünk két hónappal ezelőtt, átköltözött a Turinform iroda a Magyar utcáról az Óvári vár területére, a várkapitányi épületbe. Az elmúlt két hónap tapasztalatából azt mondhatjuk, hogy jól megtalálnak minket a turisták. Hozzátette, az időjárás ebben a szektorban jelentős mértékben befolyásolja a turisták számát, hiszen a Szigetköz adta lehetőségek főként az aktív turizmusnak kedveznek. Moson-Magyaróvár turisztikai zászlós hajója a Termál, ahol szintén jó szezont várnak, a vendégek számára pedig folyamatos fejlesztéssel igyekeznek még vonzóbbá tenni a létesítményt. Egy új napozó rész fog azon az oldalon kialakulni, olyan végülis tengerparti bícses hangulatot idézve, ami ilyen napernyős nyugágyakat takar, úgyhogy ez egy színfoltja lesz szerintem itt ennek a füves résznek. Valamint, ami szintén akár úgy mondhatom, hogy az egyik legnagyobb fejlesztésünk most, az pedig a hármas medencének a teljes befedése, és nem csak a befedése, hanem tényleg, ha már megcsináljuk az egészet, felújítjuk és téliesítjük, akkor már szeretnénk egy olyan medence teret átadni, amire méltán lehetünk büszkék. Az új medence átadására a tervek szerint júniusban kerül sor, de hamarosan megnyitják a gyerekek részére a sprayparkot, valamint a csúszdákat is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a Moson-Magyaróvári, mind pedig a Szigetközi régióban a külföldi vendégek száma magasabb, de ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy egyre több a magyar látogató is. Másfél kilométeres kerékpárút épül Mária Kálnok és Halászi között, aminek munkálatai most már felgyorsulhatnak, a kerékpárosok pedig 2025 tavaszától birtokukba is vehetik a régóta hiányolt utat. A TOP Plus pályázat még a helyi közösségi ház felújítására is lehetőséget biztosít, míg a Magyar Falu program keretében a helyi önkormányzati hivatal tetőszerkezete újul meg az idei évben.
Folyamatos javítások látszódnak a Mária Kálnok halászi közötti úton, itt bicikliznek napi szinten a kerékpárosok, most már évek óta. A két település még 2022-ben a TOP Plusz pályázat keretében nyert csaknem 270 millió forintot a kerékpárút megépítésére, ami a tervek szerint 2024-re el is készült volna, ezzel pedig a Moson-Magyaróvár Mária Kálnok halászi táv végig teljesíthető lett volna kerékpáron, a kiépített és biztonságos útvonalon. Az elmúlt év azonban nem úgy alakult a pályázat szempontjából, mint ahogy azt az önkormányzat tervezte, jelentősen lelassultak a munkálatok a kerékpárút esetében, több okból is. Az egyik ok az volt a kerékpárútnál, hogy volt egy terület, Natura 2000 részben, ahol egy magánszemély engedély nélkül építkezett, engedély nélkül építőanyagot helyezett el a területre, és ezért a illetékes szervek leállították az engedélyeztetési folyamatot. Hosszú időbe tellett, amíg sikerült elérnem, hogy a kerékpárút nyomvonalát ne érintse ez a korlátozás, ez a szigor, így tovább léphettünk. Ezután azonban újabb akadályba ütközött a kerékpárút kivitelezése, ugyanis a 2011-ben az első pályázathoz készített vázrajzok már nem voltak érvényesek, így földmérővel újra kellett mérni az egész területet, ami szintén hosszú időbe telt. Amikor már ez is lezajlott, akkor a földhivatalnál kellett folytatnunk az eljárást. Ő felfüggesztette az engedélyeztetést, mert a más célú hasznosítást, a terület más célú hasznosítását végig kellett vinnünk. De annak akadálya volt a korábbi Natura 2000 területen elhelyezkedett ingatlannal kapcsolatos probléma. Áprilisban aztán sikerült pontot tenni az ügy végére, így az önkormányzat hamarosan megkapja az építési engedélyt, amikor is megkezdődhet a közbeszerzési eljárás lefolytatása is. Így a Mária Kálnok halászi közötti kerékpárút 2025 tavaszára készülhet el. Omló vakolat, hiányzó tetőcserép, régi fa ablakok. Így nézett ki még 2022-ben Mária Kálnok 1908-ban épült régi iskolaépülete, ami közösségi házként üzemelt. Szintén a TOP Plusz pályázatból valósul meg az épület felújítása, ahova ősztől beköltözhetnek a település civil szervezetei, valamint visszaköltözik a menza is. Mária Kálnok a Magyar Falu program keretében 13,5 millió forintot nyert a hivatal tetőszerkezetének felújítására, ahova később napelemek kerülnek fel. A jelenleg regnáló képviselőtestület csak olyan beruházásokat kezd el az idei évben, amivel az új testületnek sem okoznak nehézségeket. Ami még tervben lehet a malomdülői település részen, szeretnénk a bejárati útnak mindkét oldalának a patkáját megjavítani. Megrendeltem, és el fog készülni az év második felébe a malomdülői település rész csatornázásának a terve, ez közel 9 millió forintba került az önkormányzatnak. A továbbiakban, majd a lakossággal egyeztetve, lakossági önrész igénybevételével a csatorna is kiépülhet. Az önkormányzat megrendelte a helyi óvodánál egy gyalogátkelőhely kivitelezéséhez szükséges terveket is, ami legkésőbb 2025 tavaszára készül majd el. Vírusok, baktériumok, gombák vagy protozónok is terjedhetnek zoonózissal. Így hívják azokat a betegségeket és fertőzéseket, amik állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. Az állatvédők tapasztalatai szerint az utóbbi időben megnőtt azon állatok száma, akiktől a gazdák az ilyen betegségek miatti félelemtől váltak meg, holott az orvosok szerint nem kell aggódni, a betegségek a kötelező oltással megelőzhetőek. Kicsik és nagyok szórakoztak együtt közösen tavaly nyáron a Lajta Dogcentrum családi napján. A legtöbb háztartásban szinte már családtagként kezelik házi kedvencüket, együtt játszanak, alszanak, a mindennapjaik része. Az állatvédők tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az utóbbi időben egyre több állattól válnak meg azok a gazdák, akik tartanak a zoonózistól. Ebbe a csoportba tartoznak azok a betegségek és fertőzések, amik állatról emberre, emberről állatra terjednek. Az egyik ilyen legveszélyesebb betegség még mindig a veszettség. Több évtizede történik immunizálás a rókák körében, mert ők tartják fenn egyébként a veszettségvírust.
viszont ez nagyon sikeres volt, de az ukrajnai sajnálatos események miatt az ottani immunizálás az megszűnt, és emiatt keletről most újra Magyarország területére kerültek veszett állatok. Több ilyen sporadikus előfordulást jelentettek tavaly is, idén is már. A legfontosabb ennek megelőzése, nem véletlenül a kutyákat évente köteles a gazdája beoltatni veszettség ellen. Az évenkénti oltást nem csak a kutyák, hanem a macskák esetében is ajánlják, hiszen ha szabadon mozog, még hamarabb találkozhat olyan állattal, ami veszettséget hordoz. Szintén oltással előzhető meg kutyák esetében a leptospira, ami vesegyulladást okozhat állatnál és embernél egyaránt. Az évenkénti oltás mellett törvény írja elő a széles spektrumú féreghajtó adását kutyáknál, de érdemes macskáknak is adni, a biztonság érdekében akár 3 havonta. Ezek a galantférgek fonálférgek ellen védenek, amik az emberre is veszélyesek lehetnek. Az örökzöld téma mostanában a szívférgesség. Direktben nem tudja a kutya átadni a szívférgességet, viszont hogyha fertőzött kutyát megszúr egy szúnyog, és utána az embert megszúrja, akkor ugyan a szívférgesség nem alakul ki, de helyi elváltozásokat tud okozni. Bőrcsomósodást, akár szemben kialakulhat egy féreg. A kutyákat megint csak havonta érdemes akkor olyan szerrel kezelni, olyan tablettát adni neki, ami távol tartja ezt a betegséget. Több gazda vált meg az állatától a koronavírus járvány idején, napjainkban pedig leginkább akkor keresik fel a menhelyeket, ha új tag érkezik a családba. Legtöbben a macskákkal összekötött toxoplazmózistól tartanak. A kismamákkal kapcsolatban a macskával vonatkozóan a toxoplazmózis veszélye valós lehet, de azért a megfelelő intézkedések betartása mellett nem kell eltávolítani a macskát a háztartásból. Fontos, hogy az alom az naponta cserélődjön, ne a kismama végezze az alomcserét, és ha tartósabban foglalkozik az állattal, akkor utána egy higiéniai kézmosás. De ez minden. Ha belegondol, az állatok, akikkel mi együtt élünk, akár egy fedél alatt, hát közel áll egymáshoz már a korokozó flóra. Tehát nem kell attól félni, hogy halálos betegséget kapunk tőlük. A szakemberek kiemelik, a házi állatok már olyan régóta élnek az ember mellett társként, hogy nem jelentenek veszélyt. Kóbor állatokat azonban ne simogassunk. Felelős gazdaként pedig az oltások és féreghajtás mellett a kullancsok elleni védekezésre is fordítsunk megfelelő figyelmet. A vadgesztenyefák, vadgesztenyelevél, aknázómoly elleni növényvédelmi permetezését végzi a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Május 11-ig. A permetezés éjszaka helyenként nagyobb zajterheléssel is járhat. A VÜV Kft. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkát az éjszakai pihenés jelentősebb zavarása nélkül hajtsa végre. Az érintett területek között szerepelnek a város vadgesztenye sorai, a temetők, a parkok és a vártó környéke. A lakosokat arra kérik, hogy a munkavégzés alatt a környékbeli házak ablakait csukják be. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton napos időre van kilátás, amit délutántól több felé zavarhatnak gomoly és fátyol felhők. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, délutántól térségünkben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk lesz a szél, szombaton és vasárnap is 23 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most Hírháttér című műsorunk következik, aminek vendége Farkas Eszter, iskolai szociális segítő. Ezután a Szomszédvár című magazin műsor következik. Hétvégén a Szavária filmszemléből nézhetnek meg válogatást. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!